Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma egy nagyszerű vendéget fogok az önök figyelmébe ajánlani. Azt elmondom, hogy van nekem egy nagyszerű barátom, több barátom van egyébként, de egy nagyszerű barátom, egy örök barátom, akinek a neve Bérces László. Önök is biztosan tudják, hiszen a magyar ügyvédek egyik legjobbika, és nem csak arról ismerszik meg, hanem sok-sok minden másról számtalanszor beszélgettünk már vele is ebben a környezetben, és neki van egy fia, aki szintén a barátom, és most itt van velünk Bérces Viktor. Szervusz Viktor! Köszönöm szépen. Igen, hát nagyon jó, hogy itt vagy. Elsősorban azért, mert hogy nem csak ügyvédként ismerünk téged, nem csak zenészként ismerünk téged, és legfőképpen nem most már legalábbis nem csak Bérces László fiaként ismerünk, hanem ismerünk egyszer, mint gyermekszínészt, aztán egy feltörekvő ifjút, aki a jogot választotta hivatásául, aki most már tanít a Pázmányon, aki emellett a zenében is egyre magasabbra tör, aki amellett, hogy tanít, folyamatosan képzi magát, kúriai főtanácsadó, tehát egy névjegyre bizonyosan nem fér rá. De kezdjük az eredendőnél. Melyik volt az az első pillanat, hiszen azt azért elmondhatjuk, hogy édesapád volt a példaképed, amikor nem lehetett eltántorítani attól, hogy jog legyen a te választott hivatásod. Én szerint ugye az édesapám révén ugye mindenféleképpen a jogászi pálya az egy elengedhetetlen feltétele volt az én hát úgymond életemnek, ugye a továbbképzésemnek. Tehát ez egy percig nem volt kérdés, hogy én jogi egyetemre fogok felvételizni. A zene az viszont párhuzamosan az mindig jelen volt az életemben, már egészen 10-11 éves koromtól kezdve. Még az első fellépésem az pont egy jogász bálon volt itt Székesfehérváron, a Szent István teremben, ahol egy egész éjszakát végig játszottam. És hát ott már jöttek oda apukám kollégáját, hogy bírod te ezt ilyen fiatalon, 11 évesen, mondtam, hogy nincs nekem ez semmi bajom, nekem ez egy nagyon fontos komplementer tevékenység ugye az életemben. De az, hogy én jogi egyetemre jelentkeztem, az egy percig nem volt kérdés, és őszintén szóval én a mai napig is inkább jogásznak tartom magam, mint zenésznek, de ettől függetlenül mind a kettőt élethivatásra. Pedig rendkívül, tehát ugye a humán szakirány az rendben van. Tehát az eleve elrendelésnek is mondhatjuk, egy pillanatig nem merült fel benned, nem volt dilemma, hogy a jazz tanszak, hiszen ne tiltakozz, mert így van, rendkívül tehetséges voltál zongoristaként is. Nem, ez soha nem merült fel bennem egy pillanatig se. Egész egyszerűen azért, mert elég fiatalon bekerültem már komoly zenekarokba. És igazából ez talán picit olyan szerintelennek tűnik, nem annak szánom, de nekem nem is nagyon volt erre szükségem. Tehát, hogy én most még felsőfokú tanulmányokat folytassak. Zene ugye nyilván nekem is lehetne még nagyon sokat fejlődni, de szerintem semmivel nem tartanék előrébb akkor, hogyha mondjuk én ezeket a különböző tanulmányokat abszolváltam volna. Ugyanakkor mindig színpad közelben voltál, hiszen 11 esztendősen, aki még emlékszik arra az időszakra, nem volt olyan túlságosan régen, nekem még megvan az emlék, Pál utcai fiúk, Légy jó, mint halálig, egy csomó darabban játszottál gyermekszínészként. Igen, hát az életemnek egy nagy élménye volt, és soha nem felejtem el, hogy egyszer bejött a Szabó Gyula bácsi a társalgóba, és megkérdezte, hogy gyerekek, ki akar itt közületek színész lenni, és mindenki föltette a kezét, hogy hát én. És én nem tettem föl. Tehát én akkor sem akartam igazából színész lenni. Nekem nagyon tetszett már akkor is ez a pálya, nagyon élveztem azokat a darabokat, rengeteget tanultam a színpadi viselkedésekből, magatartásukból, hogy kell a nézőkkel, úgymond a közösséggel bánni, hogy kell kommunikálni emberekkel, magatartás típusokat tanultam meg, stb. De én színész sem akartam lenni sosem igazából, tehát az is egy ilyen szép kis sziget volt az én életemben, de nem voltak nekem ilyen ambícióim sosem. A jog tehát jött. Nyilván az, hogy színészként megtanultad a szövegértést, azért az javadra vált az ELTE-n. Abszolút. Sőt, hát a mai napig, ugye én most már tanítok a Pázmányon, a büntetőjogi tanszéken,
És egy rengeteg olyan fogást tudok ott kamatoztatni az órákon, meg a szemináriumokon, meg az előadásokon, amiket még a színházban tanultam meg. Tehát, hogy ez igenis lehet kamatoztatni az egyetemen, és ezek összefüggenek egymással. Azt tudtad, hogy szakirányként, mondjuk egyenes utad volt az ELTE-n, erről azért nem kérdezlek, tehát nem volt egy másodpercig sem kétséges, hogy 2007-ben végeztél, hogy 2012-ben meg lesz a PhD. Tehát erről ne beszéljünk, viszont nagyon fontos, hogy miként választottál szakirányt. Mindig is ügyvéd szerettél volna lenni? Nem feltétlenül akartam én ügyvéd lenni, én annyit tudtam, hogy a joggal szeretnék foglalkozni, azon belül pedig a büntető joggal. Egyébként most speciál, például szüneteltetem az ügyvédi tevékenységet, most a kúrián vagyok, ilyen főtanácsadó, és ez a két dolog ugye egymás összeférhetetlen, tehát most inkább ilyen egyfajta ítélkező tevékenységet folytatok, de nem azért, mert én bárki feltítélkezni szeretnék, hanem azért, mert rengeteg olyan esettel ismerkedek meg, amit az egyetemi oktatói tevékenységemben is ugye, hát elő tudok adni a diákoknak. Szóval mindig azt szoktam mondani, hogy az elmélet meg a gyakorlat az szerintem egymás kölcsönhatásában áll egymásra. Tehát csak azt tud jól tanítani, kéz a kézben, csak azt tud jól tanítani, aki csinálja is, és csak azt tudja ezt jól csinálni, aki fejben is ott van. De én azt gondolom, hogy ez mindenhol, mindenben így van, tehát a zenében is, a sportban, nem vagy tehát te is nyilván jobban tudod, mert te is ugye focisztál, tehát te is tudod, hogy amikor az edző elmagyarázza egyrészt, hogy mit, hogy kéne csinálni, ez csak az elmélet, de azt utána meg is kell csinálni, és aztán oda-vissza, tehát ezek nagyon fontos. Igen, figyelni kell. Tehát az nem javadra vált egyik oldalról, hogy világos, tiszta elképzeléseid voltak a tanítással kapcsolatban is? Tudtad, hogy tanítani fogsz? Azt igen. Igen, nálunk a családban van egy ilyen erősebb pedagógus léna, tehát nekem az édesanyám is pedagógus, a nagymamám is pedagógus, a nagypapám is pedagógus, tehát igazából én annak örülök, hogy ezt a két vonalat így össze tudtam önteni. Tehát tanítok is, jogászkodok is, és ez a kettő együtt, ez tökéletesen megfér egymás mellett. Igen, tehát jött a kúria ezen túl, tehát a büntetőjog és a polgári eljárás jog, ami beleástad magát, és a sportjog. Csodálkoztam volna, hogy valamelyes nem szerepel a sport. Hát megmondom őszintén, hogy ott azért, mert ilyen atyai ráhatás azért volt a dolgokban, hát ugye édesapám tanít sportjogot, és akkor mondta, hogy mi lenne, ha én is publikálnék egy-két tanulmányt, mert hogy ugye nekem is kell az egyetemen ebből előadást tartani, és hát muszáj írni ahhoz, hogy az embert úgy komolyan vegyék, és hogy akkor ezzel jogot formáljon arra, hogy ő előadhat, és hát akkor valóban megjelent így egy-két tanulmányom ebben a körben, ilyen dopingról, meg foci meccseken, a rendezvények lebonyolításának a szabályairól, stb. Ez is egy külön téma. Egyébként nagyon érdekes az, ha már a jognál járunk, hogy olyan jogász nincs egyébként, aki mindenhez ért. Tehát, hogy előbb-utóbb mindenkinek specializálódni kell egy részterületre, nálam ez mondjuk a büntetőjog lett, de csomó olyan területe van a jognak, amihez én nem értek. Tehát fogalmam nincsen róla, mert nem csináltam ilyet. És ma már sajnos egyébként az a helyzet, hogy az ügyvédeknek egy jelentős része ugye mindenféle ügytípust elvállal, mert tehát ugye ebből pénz él. Beszél, igen. Pénz beszél. És sajnos az eredményességi mutatók ezt nem támasztják alá, mert nem foglalkoznak behatóan azzal a területtel, amiben mondjuk ellátják valakinek a jogi képviseletét. Igen, hát a védői szerepkör az vonzó egy ügyvéd számára, ez nyilvánvaló. Most már szép a talár, nincs ezzel semmi gond. No, viszont akkor a tanításról beszéljünk. Amikor elkezdtél tanítani, kértél tanácsot édesapádtól? Hát megmondom őszintén, hogy nekem már kialakultak magamtól a kis elveim ezzel kapcsolatban. Én beültem édesapám előadásaira is, más professzoroknak az előadásaira is, de valahogy szerintem nekem úgy kezdettől fogva kialakult egy ilyen stílusom, tehát én nem ez a nagyon strikt, nagyhangú, szigorú, színpadias előadó vagyok, hanem én próbálok meseszerűen órákat adni, közvetlenül beszélgetve a hallgatókkal, megkérdezem a véleményüket, tehát teljesen interaktívak az óráim, ebben talán egy picit különbözök a régi, tradicionális előadás módoktól, de némileg talán visszaigazolják ezt a fajta tanítási módszert azok, hogy azért rengetegen jelentkeznek az óráimra. Tehát egyik az első héten már betelik az összes. Ezt én most meg is erősítem, ugyanis mint egy fél órája olvastam el, hogy milyen véleménnyel vannak az óráidról a hallgatók. Van egy ilyen rovat
az interneten. Még nem néztem. Igen, igen, no, hát kérem szépen. Csak alap dolgokat mondok. Szigorú, humoros, jó előadó, és egy fiatal ember lehetett, vagy lány, nem tudhatom, hogy azt mondta, hogy az elmúlt fél évben csak az volt az értelmes számára, mármint az az időszak, amikor a te óráidra járt. Ugye, ez köszönöm szépen, azért ez egy picit lehet, hogy így le van sarkítva. Egyébként az ilyen vélemények megerősítenek téged? Ugyanis az tetten érhető, főleg a jogon, általában a humán oldalon, ha valaki egyetemre jár, az nagyon is jól tudja, vagy járt, hogy nagyon nyílt beszédűek a hallgatók. Hát most finoman fogalmaztál. Hát most nem akartam. Tehát nem is kell, igen, igen. Rettentő kritikusok a hallgatók. Rettentő kritikusok, sokszor igazságtalanul kritikusak, de az a helyzet, hogy és ezt most már megállapítottuk egyébként több kollégámmal, hogy egy picit most már ez a hallgató-oktató viszony, ez megfordult. Tehát most már igazából az oktató a szolgáltató, a hallgató tandíjat fizet, nekünk pedig ezért cserébe, hát minél jobb, minél színvonalasabb elvárásokat kell tartani. Most már igazából az a helyzet, hogy nekünk kell megfelelni az elvárásoknak. És bizony, ez hosszú távon egyébként nem tudom, hogy hova fog vezetni. Lehet, hogy a diákok ettől elkényelmesednek majd egy picit, és azt gondolják, hogy nekik a diploma az annyi jogon jár. De az is lehet, hogy az oktatók fognak ettől színvonalasabb munkát végezni, nem tudjuk ezt. Vagy mindkettő, de azért az valóban nem oké, hogy a kettes az kell, hogy legyen, mert hogy több százezret fizetek, és akkor igen. Hát félő pedig. Én nagyon tartok attól, hogy ebből még problémák lesznek, de azért mi tartjuk magunkat, tehát azért a mi tanszékünk az még mindig az egyik legszigorúbb tanszék az egyetemen, és nem adjuk olcsón a kettest, de az ötösse. Hozzáteszem itt a nézők kedvéért is mondom, hogy nem beszéltünk mi meg semmit előre, csak azért tudok ennyi mindent rólad, mert édesapáddal viszont gyakorta beszélgetek. Igen, hát és akkor óhatatlanul is szóba kerül, ha a futball után te vagy az első, ha úgy tetszik. Igen, ezt már megszoktam, hogy ez mindig itt. Igen. Kérsz tanácsot tőle? Van olyan pillanat, amikor azért fontos, hogy ott áll melletted, mögötted? Persze, hát neki van egy 40 éves tapasztalata. Tehát ő gyakorlatilag majdnem csak, hogy minden lényeges gyakorlati kérdésre tudja a választ, én meg nem. Tehát azért az ő tudásra az messze, az megkérdőjelezhetetlen. Mindig kikérem a tanácsát gyakorlatilag, bármilyen jogi kérdés felmerül, mert egyszerűen lényegében majdnem mindig tudja a korrekt választ nekem, meg ugye mindig utána kéne néznem ezeknek a dolgoknak, mert nekem nincs még olyan szakmai tapasztalatom, de ez nekem nem szégyen, mert én meg a zenébe ügyesebb vagyok. Igen, erről pedig majd most fogunk beszélni. Egyébként még az utolsó, hogy nagyon is bizalmi viszony jön létre mindenféle értelemben a jogász, legyen az ügyvéd teljesen mindegy ebben az értelemben, és a megbízója között. Ez talán az alapvetése, igen, a te hivatásodnak. Ez így van, bár hozzátenném, hogy én például annak idején, amikor egy-egy ügyet elvállaltam, én sosem akartam az ügyfelemnek a bizalmába férkőzni. Tehát én úgy voltam vele, hogy ha valamit el akar mondani, akkor ezt elmondja, ha nem akarja elmondani, akkor pedig nem mondja. Tehát mire egyébként én bekapcsolódtam egy-egy büntető eljárásba, sok esetben már vádemelés volt. Tehát onnantól kezdve már kész tények elé volt állítva az egész védekezés, ugye ott gyakorlatilag a vádiratot olvastuk el, próbáltunk rákérdezni bizonyos személyi körülményekre az ügyfelemmel kapcsolatban, de nyilván az a legszerencsésebb egyébként, hogyha a védő az első pillanattól kezdve benne van az eljárásban, és pontosan tisztában van az, hogy mi történt. De erre törekedni nem nagyon lehet, és nem is szabad szerintem. Tehát a véd az egy külön szereplője. Tehát érzelmileg nem kerülhetsz hozzá semmiképpen. Hát én ezen az álláspontom vagyok, és sokan másképp látják. Szerintem ez egy ugyanolyan formális viszony, mint ami mondjuk egy vádlott, meg egy bíró, vagy egy vádlott, vagy egy ügyész között van. Egyébként lehet, könnyen elengedsz ügyeket, dolgokat? Vagy van, ami megérint? Engem, megmondom őszintén, engem még nem érintett meg eddig együtt sem. Tehát én egy ügyből sem csináltam érzelmi kérdést, egy ügyből sem csináltam presztízs kérdést, hogyha úgy láttam, hogy egy fellebbezés alapos lehet, akkor elkészítettük, de ha úgy láttam, hogy ez egy úgymond idézőbe veszett fejszennyel, akkor hagytam. Tehát a jog az egy nyelvet is, mert az, ami a törvényben van írva, nincs más bérlet. Szigorúan hangzik, de valóságosan igaz. Igazi viktoriánus álláspont. Hát lehetséges, hogy ez kicsit ilyen
kockafejű álláspont, de én ezt... Se baj, ezt nem, hát ez fontos, hogy elmondtad, mert így megvan az adalék, ami a közelebb vissza ahhoz, hogy megismerjük általában azt a másik, mert vannak fordítva is mások is, aki együtt él az üggyel egyéb. No, akkor a zene. Tehát ott hagytuk abba tulajdonképpen, hogy remekül zongoráztál. Ki volt a mestered? Hát, most ha hiszed, ha nem, engem a nagymamám kezdett el tanítani, szintetizátorozni. Én 5 éves koromban kaptam karácsonyban egy ekkora kis szintetizátort, és elkezdtem rajta gyerekdalokat játszani. Na most ebből az lett, hogy összeállt egy ilyen 80-100 dalos repertoár, és egyenes út vezetett a jogászbálon a fellépésig, ahol emlékszem, hogy még a Ignác Attila, Dugó néven ismerik egyébként itt Fejvárban a szakmába, ő tett fel a szintetizátornak a székére, mert ugye ők voltak ott a zenekar, és mondta, hogy na, akkor játsszál. És akkor 2 órán keresztül zenéltem egyedül, és akkor nézett mindenki, hogy ki ez a kisgyerek, aki itt éjszaka, ami produkál, meg itt szórakoztatja a nagy érdeműt. És hát innentől gyakorlatilag így lineárisan jött a zene. Egyébként én hegedültem is, 8 évet klasszikus hegedültem, tehát van zenei előképzettségem, de az inkább a klasszikus zenére fókuszálódott, nem pedig. És mindig csak a zongora, tehát megmaradtál zenekarvezetőként is a billentyűs hangszer mögött. Igen. 10 esztendeje alakult a Flippers. Igen. Az egy nagyon-nagyon jó csapat. Aki esetleg nem tudná, lehet, hogy a sapka hiányzik a fejedre. Igen, hát ez most ugye nincs nálam. Beszéljünk a Flippersről. Én számtalan koncerten voltam, és nagyon-nagyon nagy hallgató táborotok volt, és néző táborotok. Népszerűek voltatok, vagytok. Igen. Ez a daloknak köszönhető? Hiszen olyan játékos formában, amire csak egy humán beállítottságú ember képes, nagyon komoly dolgokról olyan humán dalokat írtál, játékosan, viccesen, nem tudom, hogy mondjam, ami aztán hódított. Igen, hát... nem is tudom, hol kezdem, szóval az az igazság, hogy minden zenész életében szükség van egy olyan zenekarra, ami az övé, ami az ő szerzeményeit játsza, ami az ő egyéniségét tükrözi. Szóval az a jó, hogyha minden zenész életében ez megadatik. Na most nekem ez lett a Flippers. És ez egy fehérvári zenekar volt, ez az is marad. Mi nem akartunk slágerlista vezető zenekar lenni, mi itt a helyi közönséget akartuk népszerűsíteni, vagy hát szórakoztatni. És ehhez megírtam ugye 2 lemezt, ahova olyan zenésztársakat hívtam el, akikkel már nagyon régóta együtt játszottam. Poszavec Balázs, Forgács Robi, a Rádli Peti. És ebből aztán az lett, hogy egy éven belül gyakorlatilag majdnem ilyen regionális rádió. Az összes regionális rádió elkezdte játszani a dalainkat, sőt, még leadtak bennünket a legnagyobb kereskedelmi rádióban is 2-szer vagy 3-szor, tehát meghívtak minket kereskedelmi televízióban reggeli beszélgetésekre, stb. Tehát sikerült ezt feltornázni szépen. Csak hát az a helyzet, hogy engem menet közben elhívtak session zenésznek különböző előadók mögé. Tehát most ugye játszok a Charlie-val, az LGT zenevonat produkcióban. A Tóth Verával már nagyon régóta játszok. A Tóth Gabival is. Abszolút sztárokkal. Hát igen. Na most ugye... Hát az élvonallal. Igen, és hát ugye le kellett ülnöm, és egyedül el kellett döntenem, hogy most melyik az, amit inkább csinálni akarok. És most egy pillanatra arra döntésre jutottam, így átmenetileg, hogy ezt a Flippers témát, ezt egy picit most szüneteltetem, és majd ezt később előveszem. És most egy jó pár évig ez a fajta ilyen session zenész világ az, amivel úgy szeretnék behatolni. Pedig a Carpe Diem, bármennyire is a te dalod, az nem a te világod, az éjjamának. Hát hétvégén azért igen. Csak hétvégén. Igen. No, de hát ahogy Jockey Ewing visszatér, már csak azért, mert ez is szintén a te dalod, szerintem te is visszatérsz. Tehát az a fajta Flippers millió az most nincs. Ugyanakkor itt a felsorolásból kiderül, hogy az abszolút sztárokkal, tehát azért nem is kérdezem, hogy ki még, mert hogy ilyen műcelebb csapatokkal te soha nem játszottál. Szerencsére hiszen, nem, igen. Hát kezdjük akkor ugye a Tóth Vera. A Tóth Vera egy régi legendás barátság, duóban is játszotok, és az valami fantasztikus. Aki látta, az nagyon is jól tudja, hogy egy billentyű és Tóth Vera hangja hogyan egészíti ki egymást, és viszel a csúcsig, ha úgy tetszik. Igen, hát egyébként az az érdekes, hogy a legtöbb fellépésem az a Verával a duó, a zongorás duók.
annak van egy ilyen nagyon különös és érdekes varázsa. Picit néha egyébként én úgy érzem, hogy mi így egymásra találtunk ebben a dologban. Ő szokta mindig azt mondani, hogy szóval nem csak az a lényeg, hogy jól kísérje őt valaki, hanem az, hogy így egyénileg, így fejben egymásra hangolódjanak. Ugye, amikor ketten ott vannak a színpadon, hát szerintem ez nekünk sikerült. És talán azért is, hát most nem azt mondom, hogy van ennek nagyobb hatása, mint a zenekari koncerteknek, hanem talán egy picit egyedibb ez az egész, mert ilyenből kevesebb van. Ugye a zenekarból nagyon sok van, de a duó produkcióból abból kevés van, és a kevesebb az mindig több egy kicsit. Tehát ugye ilyen csendesülős esteken szoktunk igen. játszani, amit egyébként régen csináltam én ilyet a Török Zselenszky Tamással. Erre oda kell figyelni, igen, ezt igen, hallgatni igen. kell. Igen. De ettől függetlenül a zenekarában is én vagyok a zongorista, és azt is nagyon-nagyon szerettem. Tehát ezeket nem is nagyon lehet összehasonlítani, ezeket a projekteket. Akkor nem kérlek, hogy hasonlítsd össze, milyen Charlie-val játszani. Hát azt most igazából azon gondolkozom, hogy hogyan beszéljek erről. Én soha nem gondoltam volna, hogy én a Charlie-val zenélni fogok. Tehát most képzeld el azt, hogy van egy előadótól 10 darab lemezed, amit kölyökkorod óta hallgatsz. Betéve tudod az összes szövegét, a daloknak a szerkezetét, a koncerteken, a felvételekből, hogy mikor köhögött két szám között, mit mondott a közönségnek, és aztán ott vagy vele. Tehát, hogy ez nekem egy óriási élmény, és nagyon köszönöm a Jóistennek, mindenek, hogy ez így összejöhetett, de ugyanez a helyzet egyébként az LGT-vel is. Igen, hát ott a James ott van Solti. Igen, tehát hogy soha nem gondoltam, hogy a Solti János egyszer ott ül mellettem és dobol, és együtt ülünk vele a buszon, egymás mellett és beszélgetünk, és elmesél mindent, hogy mi volt régen, hogy történt a régi sztorikat, és összebarátkoztunk, és együtt kocintottunk, stb. Tehát, hogy erre nem is nagyon tudok mit mondani, mert nagyon boldog vagyok. Ez nagyon érdekes szituáció, hiszen mondjuk vegyük úgy, hogy elmentek egy koncertkörútra, nyár van, tökéletes az idő, közönség, buli van. Igen. Hétfőn pedig be kell menned az egyetemre. Van ilyen? Hát mindig ez van. Mindig ez van, kivéve ugye... Éles a váltás. Tehát én azt mondom, hogy ilyenkor kell higgadtnak maradni. Igen. Hát én az is vagyok. Legalábbis próbálok az maradni. De ezt egyébként nagyon sokan megkérdezték már tőlem, hogy lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni, mert teljesen más a mentalitás egy zenésznek, nyilván. Meg egy jogtanárnak. Tehát a zenész az ugye általában úgy van, mert az emberek képzetében, hogy egy ilyen bohém, délután felkelő, a csekkeket a kukába kidobó, sokat evő, sokat ivó, szórakozó ember. A jogtanár meg egy ilyen szigorú, fekete-fehér alapon ugye gondolkodó valaki, pedig nem így van. Nem így van. Ezeket tökéletesen össze lehet hangolni, hétfőtől péntekig A verzió, szombat vasárnap B verzió, tehát nincs ez semmi probléma. Világos, hiszen te abszolút tudatos életet élsz. Hát eddig próbáltam. És egyáltalán tudatos az is, hogy elengeded abban a pillanatban, az addig tartott, köszönjük szépen. Igen. Milyen terveid vannak? Most ugye kúriai főtanácsadóként nem ügyvédkezd, de nyilván előbb-utóbb visszatérsz rá, illetve hát a Pázmány az életed. Igen. Abban az értelemben. Hát nekem most agyunktusként jól érzed magad. De mi a cél? Hát a lépcsők az adott, a lépcsőfok. Igen. Hát nézd, de nekem jelen pillanatban az egyetem az a legfontosabb. Tehát én ott szeretnék úgymond még feljebb kerülni a langrétrán, de nem minden áron. Tehát én nem az a fajta ember vagyok, aki, hát nyilván te is tudod, hogy ma a világban ez hogy működik, hogy könyökölve, stb. Megpróbál egyről a kettőre jutni. Én csak a saját hát úgymond munkámnak szeretném azt majd betudni, hogy én belőlem ne agyisten, hogy egyszer valamikor lesz egy egyetemi tanár, mondjuk teszem azt, de nem ez a lényeg az én életemben, nem ez a legfontosabb dolog, hanem nekem mindig ezek a neutrális dolgok voltak a legfontosabbak, tehát az, hogy a szüleim egészségesek legyenek, hogy a párom egészséges legyen. Most már nagyon régen egyébként párkapcsolatban élek egy nagyon kedves lányjal, aki ráadásul gánti származású, és tervezünk most már az esküvőt, és stb. Tehát, hogyha esetleg arra szeretnél
rákérdezni, hogy mik a terveim. Mik a terveim? Kérdeztél, akkor az, hogy normális családi életem legyen. Ennyi az egész, semmi más nem akarok. A többi az meg majd vagy jön magától, nem. Vagy nem. Úgyhogy. Köszönöm szépen, Viktor. Hogy stílszerű legyen a befejezés, akkor azt kívánom édesapádnak, édesanyádnak, lelked jobbik felének, hogy legyen boldog, egészséges, neked pedig mosolygós szemeket, mint amilyen most, azt hiszem, akkor nagy baj nem lesz. És köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Általában egy zenésznek, ügyvédnek, mi mást egyetemi tanár. Köszönöm. Ez legyen a végszó. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Berces Viktor volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra.